A WHO szerződésben rögzíteni a járványok idején kötelező eljárási formákat. A nemzetközi megállapodáshoz Magyarország is csatlakozna. A Mi Hazánk mozgalom célja, hogy minél többen megismerjék az irat tartalmát. Úgy látjuk, hogy a szerződés olvasatában nagyon sok olyan jogot, ami egy szuverén államhoz tartozik, az át fog adni a WHO-nak központi használatra, és ők fogják majd eldönteni, hogy milyen járványintézkedések szükségesek mondjuk Magyarországon. New Yorkból. Tehát ezt egy kicsit visszásnak tartjuk, úgy gondoljuk, hogy itt is megvannak azok a szakemberek, akik ezen a vonalon el tudják dönteni, hogy mikor szükséges egy járványt kihirdetni, mikor szükséges bármilyen oltakozást kezdeményezni. Farkas Attila kifejtette, 2024 májusában kötik meg a felek a megállapodást, amit a világszervezet honlapján angolul tettek közzé. A párt annak érdekében, hogy minél többen megismerjék a részleteket, ezt lefordította magyarra és weboldalán közölte hadánk felvállalja azt, hogy ezt a szerződést megismerteti az emberekkel, hogy tudják azt, hogy milyen döntést fog hozni a kormány, annak milyen következményei lesznek, és fel tudjanak készülni a döntés előkészítésre. Mivel népszavazást ebbe a kérdésbe nem engednek meg, egy előzetes konzultációt mi mindenképp szeretnénk az emberekkel, mert ez hosszú távra meghatározza az egészségügyi helyzetünket, illetve az egészségügybe milyen protokolt fognak alkalmazni. A politikusok vármegye szerte várják az aláíró pontokon az érdeklődőket, akik online is leadhatják szignójukat.